Szép estét kívánok mindenkinek, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit hervadtabb a hangom, de ez ne zavarja senkit sem. Hát úgy szabad integetni, hogy nem tetszenek hallani, és akkor én majd mondom. No, mit jelent ma kereszténynek lenni, ezzel a kérdéskörrel kezdtünk foglalkozni. És azt állapítottuk meg, hogy az egyik legnagyobb problémája ma a kereszténységnek, és ez minden vallás felekezetre egyformán vonatkozik, az az, hogy a társadalom nem tudja, hogy kik is azok a keresztények. Például úgy mondtam, hogy van egy hintó, ezt így hívják, hogy társadalom, és akkor ennek a társadalom nevű hintónak melyik részén van a kereszténység? A kereszténység a ló, aki húzza a kocsit, esetleg a lószerszám, a pitke, kereszténység ül a bakon, kereszténység az istrán, kereszténység a kocsi kerék, vagy kereszténység ül a hintóba és húzza a társadalom. Ugye, hogy milyen nehéz megválaszolni ezt a kérdést? És ez azért van, mert valahol egy posztkrisztiánus korban élünk, tehát egy kereszténység utáni korban élünk, és ennek a posztkrisztiánus kornak az a jellemzője, hogy újra és újra a kereszténység léte felől kérdeznek az emberek. Sose fogom elfelejteni, azt már elmondtam egyszer, hogy én ugye 1950-ben érettségiztem, én vagyok már, hogy 56-ban szétspriccelt az osztály, hogy ezt mondtuk a szélrúzsa minden irányába, és valamikor a 30. érettségi találkozó táján, ez azért nehéz megmondani, mert mi most már évek óta évente találkozunk, és nagyon szeretjük egymást, tehát megmaradtunk. Jön egy fiú, aki megismert messziről, 30 éve nem láttam, néztük egymást, megkérdezem, te vagy te? Igen, te meg te vagy. Na, és akkor mit csinálsz? És akkor mondom, hogy mit csinálok, és azt mondja, te keresztény vagy? Igen. Aki keresztény? Igen. És akkor azt mondja, mondd, mire jó az. És azóta is éget bennem ez a kérdés. Mert ha erre válaszolni akarok, akkor a vallástudomány eszközével, nagyon exaktul, meg kell mondani, hogy mire jó az, hogy keresztény vagyok. Az elmúlt alkalommal ugye arról beszéltünk, hogy az egyház és a hit az más dolog. Az egyház egy intézmény, a hit pedig egy egzisztenciális kapcsolat valakivel, aki a fejem fölött van. Aztán azt is elmondtuk, hogy a vallás és a hit is más. Kettő egymás nélkül nincs, vallás és hit az mindig egymással kapcsolódik, de amíg a hit az nem más, mint a végtelentől való függésemnek a megvallása, addig a vallás az egy intézményrendszer, ami tudatosan újra és újra változik. És ez a változás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ami él, az változik. Ezt is elmondtuk. Most valahol az egész kereszténységnek az az alapvető problémája, hogy vagy félünk a változástól, ez az egyik lehetőség, vagy pedig elveszítjük az alapokat, ez a másik lehetőség. Tehát elindulunk az értől, és nem találunk oda az óceánhoz, és akkor kezdünk kételkedni, hogy van-e óceán, és akkor azt mondjuk, hogy újra kellene tájolni, vissza kellene menni az érhez, csak már azt se tudjuk, hogy az ér hol van. És ez egy nagyon komoly betegség. Valahol erről fogunk ma egy kicsit részletesebben beszélni. Azt is elmondtam, hogy a kereszténység változásának van egy törvényszerűsége. Mivel a kereszténység él, ezért a mai ember mai kérdéseire kell mai választ adni a kereszténységnek. A régi alapokat újra és újra meg kell újítani, hogy a mai ember mai kérdésére mai választ adjon. Éppen ezért az egyház, amelyik társadalomban él, és nincs társadalom kívüli egyház, újra és újra szembe találkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket ott hordoz minden egyháztag a zsigereibe. Újra és újra megkérdezik az egyházat, hogy. És akkor jönnek a mai problémák. És ezekre a problémákra válaszolni kell. Na most, mivel az egyházat nyomja a múltja, mi egész Jézus Krisztusig visszavezet, és minden egyházat ugyanígy nyomja a múltja,
Éppen ezért újra és újra megfogalmazni a régi alapokon az újat, ez egy nagyon komoly kihívás. Három ponton szokott elindulni ez a munka. Egyrészt intellektuálisan, tehát az egyháznak végig kell gondolni azt, hogy erre most mit mondjak. A régi alapok alapján. Másik oldalon ott van, hogy spirituálisan, milyen lelki magatartást kell tanúsítanom ebben és ebben a helyzetben. És harmadszor le kell vonni ebből bizonyos szervezeti következtetéseket is, organizációsan is meg kell válaszolni bizonyos kérdéseket. És e között a nagy-nagy belső harc között lényegében van egy nagyon érdekes törvényszerűség. Az egyház kész arra, hogy változzon, és úgy kész arra, hogy változzon, hogy az alapokat újítja meg, akkor létrejön az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy reformáció. Ha meg az egyház sorain belül a konzervatívok győznek, akkor meg létrejön egy olyan helyzet, aminek az a lényege, hogy valami újnak kell elindulni, mert emberek kívül kerülnek az egyház közösségé. Nem úgy jönnek létre az igazán életképes új felekezetek, hogy valaki kitalál valamit és elmegy. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, például mondok történelmi példát, így talán ez az elvileg megfogalmazott rész egy kicsit színesebb lesz. Ha végig tetszenek gondolni, hogy a felvilágosodás óta, ami egy óriási cezúra volt az egyházak életében, ez az egyik legnagyobb fordulat az egyház történelemben, tudni mi. Felvilágosodás abból a gondolatból indult, ugye a jó öreg Descartes-től visszatetszenek emlékezni még az iskolából, aki azt mondta, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. A cogito, tehát a gondolkodás, a létet, a sumot nem határozza meg igazán. De a felvilágosodás ezt akarta, racionalizálni akarta az egészet. Na most a hit egy olyan megismerő képesség, ami nem racionalizálható. És ennek az lett a következménye, hogy elindult ilyen folyamatoknak a sora. Például elindult a római katolikus egyházban a józsefinizmus, ami egyrészt nem csak egyház kormányzati kérdésekben akart egy nemzeti egyházat létrehozni, hanem teológiai kérdésekben is egy racionálisabb teológiát akart képviselni, mint az egyház akkori teológiája. Elindult a protestantizmuson belül is egy ilyen racionalista, liberális teológia irányzat. És ennek az lett a vége, hogy megkérdőjelezték például a Bibliát, az alapot. Ez Biblia tényleg igaz? Tényleg valóságos? Tényleg lehet benne bízni? És akkor feltették a kérdést, hogy mi is a vallás? És eljutottak odáig, hogy a vallás tulajdonképpen csak egy érzet. És abban a pillanatban kiesett a gyakorlati oldala a vallásnak, abban a pillanatban a Bibliával szemben ott volt a kétely, elméletileg is újra és újra megkérdőjelezték az alapvető tanításokat. Kecskeméti lelkipásztor írta le például 1857-ben azt, hogy a feltámadás tulajdonképpen csak egy illúzió. Jézus nem is támad fel. Az se biztos, hogy Jézus ért. És ő lelkipásztor volt. Ez mutatja azt, hogy milyen vákumba került az egyház. Na most, ezzel szemben puritán alapokon, a régi-régi puritán alapokon újra és újra elindultak csoportok egyházon belül és egyházon kívül, akik azt mondták, hogy a régi értékeket képviselem. Na most ezt, ha befogadta az egyház, akkor ott jött létre ébredés. Tudok ilyen ébredést is mondani magyar egyház történetben. Például a Kőszeg környéki evangélikusok egy württembergi ébredés kapcsán, vagy Bauhofer György, ugye a budai evangélikus, budavári evangélikus lelkipásztor, egy ilyen ébredési teológiát képviselt, és azok a gyülekezetek megerősödtek. Elfogadták ezt a kihívást, válaszoltak erre a kihívásra. Volt, ahol nem válaszoltak erre, hanem elűzték ezeket az embereket, és az az érdekes, hogy új vallásközösségek jöttek létre, annak a reformatív felismerésnek a fényében, amire ők eljutottak a régi alapok alapján, de nincs alapítójuk. Nem tudjuk, hogy ki az a személy, aki körül ezt kialakul.
tudunk alapító csoportokkal. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy valaki valamit kitalál, hanem arról van szó, hogy az egyház életében van egy út. És ez az út az tulajdonképpen az, hogy a régi alapok alapján, a Biblia alapján, az alapvető tanítások alapján vissza kell kérdezni újra és újra azokra a kérdésekre, amik sürgetően, folytogatóan ott vannak, amire válaszolni kell. Na most az az érdekes, hogy később az egyházak is ezt felismerték. Például, csak most protestáns példát mondjak, azért mondom váltakozva, hogy egyetlen felekezet se érezze, úgyhogy most róla beszélek, mert ez egy törvényszerűség minden egyház községben vagy felekezetben előfordul. Például a protestánsoknál az 1850-es évektől kezdve itt Magyarországon is fokozatosan kialakult a beemisszió. Ami pontosan arra épített, hogy gondoljuk végig az alapok alapján, hogy mit is kell tenni a mai élet mai kérdéseire. Hogy kell megélni ma a hitet? Létrejöttek különböző belmissziói egyesületek. Ugyanakkor a belmissziót nagyon érdekes módon az induló szabadegyházi közösségekkel, amiket szektáknak neveztek, azonosították a különböző egyházi flófórumok, a kecskeméti református lapokat, ha elkezdenek olvasni, 19. századi számokat, rengeteg ilyen anyagot lehet találni, ezek is olyanok, mint a baptisták, meg a nazarindusok, ezért kivelük az egyházból. És volt, ahol győzött ez az irányzat, és a belmisszió irányzat megmaradt, és ott megépült a gyülekezet, volt, ahol kívül kerültek, és akkor lett belőlük egy szabad egyházi gyülekezet. Így mozog az egyház történet. Mai alkalommal egy kicsikét benézünk az egyházak falai mögé. Mi is történik egy egyházban? És egy kicsikét az egyház közösség betegségeinek a törvényszerűségével szeretnék foglalkozni. És erről is nekünk nagyon őszintén kell beszélni. Ami él, az meg is betegszik. Most, hogyha valami bajom van, vagy betegségem van, akkor elmegyek az orvoshoz, igaz? És azt mondjuk, hogy Krisztus az orvos, vagy tudom én elmegyek valami csodagyógyítóhoz, ezt is lehet mondani, de minden esetben az, aki ért hozzá. Az orvos mit csinál először? Az első az, hogy diagnózist állít fel. Tehát egy betegséget csak akkor lehet gyógyítani, ha tudom azt, hogy mi az a betegség. Tessenek óvakodni az olyan gyógyszertől, ami mindenre jó. Az általában nem jó semmire. Tessenek óvakodni olyan megoldásoktól, amelyik mindig igaz, mindenre jó, az általában nem jó semmire. Éppen ezért egy kicsikét mélyebbre kell menni, és meg kell nézni, hogy mi is a betegség oka. De ezelőtt nagyon érdekes kérdést kell feltenni. Ez az érdekes kérdés az úgy szól, hogy az egyház életében van egy Krisztustól örökölt régi igazság. Ez a régi igazság hogy viszonylik az új felismeréshez? És utána majd meg kell azt nézni, hogy ez az egyház község, mint közösség, hogy betegedik meg belülről, és mi lehet itt a kivezető út. Ez lesz az, amiről ma este egy csikét gondolkod. A Biblia egy egységes egész. Ha van csodája a Bibliának, akkor ez. Nem abban egységes a Biblia, hogy ez pontosan ugyanolyan világnézetet tükröz, mint a mi világnézetünk, és ezzel ilyen dolgot lehet mondani, nem. A Biblia azért egységes egész, mert lényegében egy a témája. De egy szóval így lehet kifejezni, hogy megváltás. Ezért a Biblia központjában Jézus Krisztus keresztje áll. Ez jó, hogyha húsvét hetében már újra és újra erre gondolunk, mert következik virágvasárnap, ugye, kicsit már húsvét közeledik. Gondoljunk erre, innen indult el a kereszt tétség. Igen ám, csak a megváltás egy hosszú utat jár be, a megváltás eszméje egy nagyon hosszú utat jár be.
megváltásnak van egy terve, ami kibontakozódik a Bibliában. És ebben állandóan két pólus van. Van Istennek egy örökkévaló elgondolása, úgy mondhatjuk, hogy örökkévaló evangélium, mert ennek az evangélium a lényeg, elmondtam, hogy az evangélium mi a múlt alkalom. De ez az evangélium mindig jelenvaló formában jelentkezik. Ugye elmondtam a múltkor ezt a példát a szilvamatról. Ugye? Tesszenek emlékezni. Van egy szilva, kapok egy szilvát, hogy meg kell őrizni ezt a szilvát, csak az újjaként mondom el még egyszer. Ha én ezt tartogatom, akkor ez a szilva nem lesz szilva, mert megrothat, kidobható, valami lesz. Ugye fogom a szilvát, és jó ízen megeszem, és elültetem a magját. Akkor egy év múlva azt mondom, hogy íme itt a szilva, és mutatok egy ilyen kis hajtást. És aki adta nekem a szilvát, az azt fogja mondani, hogy ez nem olyan, mint az én szilvám, de én erre rámondom, de ez a szilva. Te szilvám. Aztán jön 5 év múlva, mutatok egy kis fácskát, jön tavasszal egy virágot, azután ősszel, mikor beérik a termés, leveszem a szilvát, én az itt a szilvám. Ebben az a tanulság, hogy az élet során a megmaradás az azt jelenti, hogy újra és újra tovább lépek, fejlődök. Új és új kihívásoknak teszek eleget. Az egyház addig él, amíg erre az újulásra, erre az állandó reformációra indulták a reformátorok, képes. Erre nem képes az egyház, hanem csak a régi törzi, akkor előbb vagy utóbb úgy jár az, mint aki a szilvát ott aszalgatja, és végül már szilvából nem lesz semmi. Ez egy nagyon-nagyon fontos törvényszerűség. Ezt a törvényszerűséget azért kellett említeni, mert nagyon sok olyan ember van, volt és lesz is az egyház történelem során, amíg az egyház egyház, aki azt mondja, hogy lám, ugye a mai kor, mai kihívására a mostani mai egyház nem tud maradéktalanul felelni, akkor dobjuk ki az egyházat az ablakon, és csináljunk valami másat, valami újabbat. És ez nem fog menni. Tehát elindulok az értől, nem jutottam el az óceánig, addig vers sorával játszom, és akkor azt mondom, hogy nincs is ér, és nincs is óceán. Hanem menjek egy új úton. Az ilyen ember az nem fog sehova se jutni. Éppen azért ezt a kettősséget a réginek és az újnak, ezt a nagyon feszes és nagyon élő párbeszédét kell megőrizni ahhoz, hogy az egyház egységes legyen. Az elmúlt alkalommal, ha emlékeznek, és én elég sokat ismételgetek vissza, mert viszonylag elvont törvényszerűségeket kell megfogalmazni, nem szaknyelven, hanem közérthetően, ezért sok példát mondok és sokszor ismételek. Emlékeznek rá, hogy mondtam azt, hogy egy gépkocsiban mi a fontos? A gáz vagy a fék? Ott a két pedál. Hát egy élő közösségben is van gázpedál, és van fék. Néha meg kell állni, néha meg bele kell lépni a gázba, mert ha nem, hogy céltalan lesz az autó. Sőt, néha így lehet elkerülni a balesetet, nem? Minden vezető tudja. Vagy mondtam egy példát, hogy olyan a kereszténység, mint az ostromlott vár. És ezt az ostromlott várat kétféle katona védi. Ennek a várnak vannak kapui, vannak kapuvédők és falvédők. Védik a falat. Körülveszi az egyházat sánc. Ilyenek a közös tanítás, a szervezet, ilyen a múlt hagyománya, keresztény együttélés etikai szabályainak a sora, ezek mindig olyanok, mint a sáncok, amik védték a falat az ellenségtől. Na most az ellenség ezt a várat nem tudja megközelíteni akkor, hogyha én befalazom mondjuk a kaput, és felhúzok minden hidat. Igen ám, csak abban a pillanatban értelmetlen lesz a vár, mert a benne lévők éhen halnak, nem? A vár csak akkor él, ha le van engedve a híd,
és a kapun bejöhet az, aki jó szándékkal jön. De a kaput védeni kell, a hidakat védeni kell, a hidakat néha fel kell húzni, a kapukat néha be kell zárni, de kapu nélküli vár nincs. Na most, vannak portyázó katonák, akik nem a védelemben tüsténkednek, hanem ezek a portyázó katonák elmennek, embereket hoznak, és abban érdekeltek, hogy minél több jó dolog bejöjjön a kapu. Ezek is kellenek. Enélkül sincs vár. Látszólag itt két szembeálló érdek van, nem? Megvédni a falakat az idegentől, a másiknak meg az az érdeke, hogy minél szélesebb legyen a kapukat, hogy minél több jó bejöjjön a várba. Most a baj az szokott lenni, hogyha a portyázók, a falvédő katonák összevesznek. És ez azért szokott bekövetkezni, mert nem igen értjük két dolognak a szigorú összefüggését. A réginek és az újnak az összefüggését. Éppen ezért, ha egy élő közösségről beszélünk, akkor ennek az élő közösségnek általában három olyan igénye van, amelyik nagyon fontos. Az első az, hogy szükséges, hogy minden élő közösség, ha hosszú távon élni akar, akkor nyitott legyen. Az a közösség bármilyen jó, amelyik bezárja az ajtót és az ablakot, amelyik nem akar a külvilággal kapcsolatot létesíteni, az előbb vagy utóbb biológiai úton kihal. Erre rengeteg példa van. Ilyen egyházi közösségek is vannak. Vannak egyházi gyülekezetek, de egész egyház testek vannak, akik így meghaltak. Miért? Azért, mert elfelejtették kinyitni a kaput. Tehát az élő közösségnek mindig szüksége van a világra, és mivel mi keresztények mindjárt hisszük azt, hogy nekünk küldetésünk van Jézus Krisztustól, ennek a fordítottja is igaz. A világnak, mondjuk így a társadalomnak, szüksége van az egyházakra. És hogyha ezt a kettős szükséget nem ismerjük fel, akkor nagyon nagy baj van. Van egy másik igény is, ami a keresztény gyülekezetekben megfogalmazódik. Ez az igény pedig az, hogy szervezet. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy intézmény. Minden élő közösség úgy él, hogyha benne kialakul egy bizonyos rend. Elviszünk 12 gyereket mondjuk kirándulni, pedagógus példa lesz, abból a 12 gyerekből rögtön kialakul egy kis közösség, és kiderül, hogy ki a vezérűrű, ki a mókamester, ki a nyafogós, akinek semmi se jó, ki az, aki állandóan aggódik, lehet állatképekkel is mondani, mindig lesz egy Mr. Teknős béka, Mr. Oroszlán, ugye az akar mindig dirigálni, és önkéntelenül is ezek a gyerekek mindjárt vállalnak valamilyen szeretet ebben a közösségben. Na most, ez a közösség úgy alakul ki, hogy ezt a szerepet kölcsönösen el kell fogadni. A Mr. Oroszlán csak akkor lesz oroszlán, hogyha a többiek neki adják a koronát, nem? Ha ő tud kiállni a többiekért, és tényleg ő erősebb lesz, jobb lesz, stb. És így tovább van, míg a munkamester is csak úgy lesz munkamester, ha viccei nevetnek, ha nem nevetnek, akkor kár a benzinért, ahogy szokták ezt mondani mifelé. Tehát, ha egy emberi közösség van, abban szükségszerű a szervezet. És ugyanígy van az egyházzal is. Azután nem csak szép intézményrendszer kell egy egyháznak, hanem egy nagyon érdekes dolog van éppen ebben a szervezet problémában, mégpedig az, hogy 15-20 embernél több nem tud igazán dinamikus élő közösséget alkotni. Még valahogy, hogyha van egy vezérülő,
és nagyon ügyes, akkor 25-ig, 30-ig, mondjuk 50-ig el lehet menni, de 50 után rögtön jönnek a trónkövetelők, és rögtön fejre áll a közösségnek ez az egyszemélyi irányítottság. És ez azért van, mert mi mindjárt vágyunk valami intim kis közösségre. És az egyházon belül is ez az intén kisközösségi vágy állandóan ott van. Tehát ez a három igény az, ami minden élő közösségben megvan. Egyrészt egy nyitás igénye, másrészt egy szervezettség igénye, harmadrészt pedig a kisközösség igénye. Na most, baj ott kezdődik, hogyha ezek vitatkozni kezdenek. Illetve ezt a vitát rendszerint azt szokta megelőzni, hogy nem a háromnak a harmóniáját keresi a közösség, hanem azt kezdi keresni, illetve azt kezdi hangsúlyozni, aminek ő a híde. Na most, nézzük azt. Ugye nyitni kell a világ felé. Világ nélküli kereszténység az olyan csónak, amit kiúztak a partra. Na most láttak bizonyára 5 évekig parton lévő csónakot, nem jó semmire, mert szétszárad, elkorhat, stb. A csónaknak csak a vízen van a helye. Múlt alkalommal mondtam, hogy jaj, annak a csónaknak viszont, ami benn van a víz. És nem ő van a vízen, ugye? De ez egy másik probléma, erről majd az utolsó előadáson többet fogok beszélni. De minden esetre a világban ott van a keresztény. Na most van olyan keresztény, aki azt mondja, hogy úgy nyerjük meg a világot, hogy mindig jobban és jobban és jobban alkalmazkodjunk hozzá. Mi ez az alkalmazkodás? Most én akarok adni valamit a világnak, vagy egyszerűen konformista módon elfogadom azt, ahogy a világ gondolkodik. Jézus ezt úgy mondja, hogy a só megizetlenül. A sóra szüksége van a világnak, mert az tartósít, romlástól óv, ízesít. De olyan én, mint keresztény. És egy furcsa szót fogok mondani. Merek-e más lenni a világban? Nem csak a templomban, hanem a világban más lenni. És merek-e ízesíteni? Merem-e vinni azt az etikai értéket, amit Jézus Krisztusban kaptam? Mert ha nem, akkor először sikereim lesznek, és akkor ha egy egyház vagy egy egyház csoport elindul ebben az irányban, akkor ez nagyon népszerű lesz nagyon hamar. De olyan lesz, mint a butik, vagy a szupermarket. Szupermarketben is mindenféle vacak árut lehet kapni. Ugye a butiknak az a tulajdonsága, aki hölgyek ezekhez jobban tudják, hogy a butikban nem lehet minőséget kapni, mert akkor miből élne a butikos? Divatos lehet kapni. A divatos valami, akkor azt úgy kell megcsinálni, hogy viszonylag gyorsan elrongyolódjon, és gyorsan változzon a divat, hogy a következő divatost és a következő bocskát megvegye az illető vásárló. Ez így működik. Most a kereszténység is bekerülhet ebbe a helyzetbe, ezt úgy hívjuk, hogy elvilágiasodás. A kereszténység pontosan úgy kezd gondolkodni, mint a társadalom, amiben küldetett. Ez első pillanatra azért így tűnik jónak, mert ha egy közösség így kezd gondolkodni, akkor megszűnik az a feszültség, ami egy természetes velejárója az életnek. Ezen mondtam azt, hogy stresszmentes közösség az sajnos csak a kecskeméti temetőben van, mert ahol élő közösség van, ott feszültség van. Megszűnik ugyan a feszültség, de ez azért szűnik meg ez a feszültség, mert én már többet nem tudok adni az illetőnek, azoknak az embereknek, aki a környezetemben él, hanem én is ugyanolyan lettem. Megízetlenült a só. Mi akkor a megoldás? Akkor vonjuk keményebbre az intézet falait. Intézményesítjük az egyházat. Vezessünk be fegyelmi intézkedéseket, dörgedelmeket. Két csokor villámmal az ilyen embert verjük fültövön, hogy megtudja, hogy hol lakik a magyarok istene, ahogy szokták ezt mondani. Ez a megoldás? Nem. Az intézmény is veszélyes. A kereszténység egész története lényegében az intézmények konfliktusának a története. Így is le lehetne írni. Tudni mi? Jézus Krisztus nem hozott létre intézményt.
Hát erre azt mondják, de igen, létrehozott valami. Csak ez nem intézmény volt, hanem egy idegen szóval úgy tudnám mondani, amit mindjárt tudnak. Jézus Krisztus egy organizmust hozott létre, és a későbbi történelem során az organizmusból organizáció lett. Mi az organizmus és az organizáció közötti különbség? Az organizmus az az, ami a test tagjainak a viszonya egymáshoz. Nem véletlenül Pál apostol Korintusi első levél 12. fejezetében ezt a jó öreg példát, amit Menénius Agrippa meséjének hívunk, alkalmazza az új szövetségben is. Ugye Menénius Agrippa római történelem egy neves alakja volt, amikor az előkelők ellen fellázadt a nép, és elkezdtek egy ilyen sztrájkot, hogy nem adunk enni az előkelőknek, nem dolgozunk, nem csinálunk semmit. És akkor Menénius Agrippa odállt, és azt mondja, barátaim, én nem mondok erről a konfliktusról semmit, de egy mesét mondok nektek. Egyszer a gyomor ellen fellázadtak testtagjai, a kéz, a láb, a fog, a nyelv, a torok, mert a kéz azt mondta, egész nap azért fáradok, hogy a gyomor csak tömje magát, mert a gyomor nem csinál semmit, csak zabál, csak zabál, csak zabál. A láb azt mondja, én már alig bírom, mert állandóan az ételén rohangálok. Fogak azt mondták, hogy ti de is panaszkodjatok, én állandóan őrlöm az ételt, és csak tömjük a gyomrot. A torok is mondta, hogy én meg állandóan csak nyelem az ételt, és így tovább. És elhatározták, hogy sztrájkba lépnek. Először a kéz nagyon jól érezte magát, a láb is jól érezte magát. Csak eltelt egy nap, két nap, fog észrevett, hogy kezd mozogni. A kéz meg össze, hogy jaj, már nem jól felemel. A láb is rogyadozott. És akkor derült ki, hogy a gyomor is jó valami. Nagyon nevettek a rómaiak, és ezzel megszűnt ez a válság, így van a mese. Pontosan a test tagjainak a példáját használja fel Pál az első korintusi levélben. Vagyis az organizmus egy olyan közösség, amiben nem az alá-fölé rendelés uralkodik, hanem egy nagyon érdekes, egymást kiegészítő mellé rendelő viszony. Az egyik testrész a másiktól kapja meg az értelmét, és az egyik testrész a másikért dolgozik, hogy az a másik érte is tudjon dolgozni. Erre használja a Biblia a lelki ajándékok hasonlatot. A lelki ajándék az nem más, Istennek egy olyan képessége, lehetősége, ajándéka egy embernek, amivel tud használni, dolgozni egy másik emberért. Tehát a lelkiajándékot én Istentől kaptam, érted? Mert te is kaptál lelkiajándékot Istentől, érted? És én fogok elszámolni azzal, hogy szolgáltam-e neked ezzel a lelkiajándékkal és viszontom. Ez az organizmus. És ezt az organizmust elkezdtük intézményesíteni. És ezért ebből alá-fölé rendelési viszony lett. Csak az organizáció, mondjuk a rendőrség, katonaság, vagy a fegyveres testületek szervezetei, azok nem organizmusok, hanem organizációk. Ott az a kérdés, hogy ki parancsol kinek, és ki engedelmeskedik kinek. A testben nem így van. És éppen ezért, hogyha egy egyház elkezd elintézményesedni, ennek az a velejárója, hogy előkerülnek ezek a problémák, hogy nem organizmusként működik az egyház, hanem organizációként. Ki dönt? Ki a főnök? Ki az, aki megmondja? Ki az, aki dirigál? De ez az csak az egyik baj, és talán a kisebbik. Van egy nagyobb baj ennél. Abban a pillanatban, ha elintézményesül az egyház, akkor kialakul egy nagyon érdekes helyzet. Az egyháznak vannak Krisztustól kapott munkaágai, nem? Személyesen minnyáján arra hivatunk el, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről, mondja az ige. Ha egy egyház elintézményesül, akkor az egyház létrehoz ezekre a munkaágakra olyan
szervezeteket, profi szervezeteket, akik ezt csinálják. És akkor egyre másra a keresztények, keresztény gyülekezet, egyházközség tagjai úgy érzik magukat, mint a foci rajongók a stadionban. Tudni, a foci rajongók a stadionban úgy érzik magukat, hogy ők a tribünön ülnek, és a 22 ember rohan a labda után. Na most, hogyha jól csinálja az egyik, akkor üvölt mindent, hajrá! Valami hibát csinál, akkor fütyül mindenki, ugye? És abban a pillanatban nem én sportolok, nem én edzem a testemet, hanem egy szolgáltató ipari vállalat alkalmazottja lettem, én fizetek azért, hogy üvöltözhessek. Gondolják ezt a képet végig. Ez minden közösségben előfordul. És akkor jön a bűnbak keresés. Ha valamit elszúrnak, akkor az illetékes csatárt, csatár idézőjelben tegyék bele azt, amit a fantáziájuk mond, most nem mondom. Tehát az illetékes csatárt elkezdjük szidni. Sose felejtem, egy gyerek voltam a Fradi, meg akkor volt Fradi. Fradi pályára kiálltunk, bár nem voltam Fradi, ezt elárulhatom, de kiálltunk drukkolni. És volt egy bácsi, akit tolószéken toltak be, mozgássérült bácsi volt, és ez volt a B-középnek, tudják, ez egy legendás szurkoló sereg volt, a fő hangadója. És emlékszem egyszer, Albert Florian, ez az én kortársam, tudják, hogy egy nagy focista volt, egyszer az ötösről luftot rúgott, és nem ment be a labda. Tiszta csatmat helyzetben. És ez a bácsi artikulátlan hangok magából kikelve üvöltött, hogy te falábul, te béna, te nyomorék, te éze, és nem győztük röhögni, mert szegényként azt felállni se tudom. Most azóta is sokszor eszembe jut az öreg. Nagyon sokszor vagyunk így. Van néhány ember, aki végzi a munkáját, és mivel elintézményesedett az egyház, ezért mindig úgy veszük az egyházat, mint egy csoda kompjúter lenne, csak a megfelelő billentyű kombinációt kell benyomni, és kiugrik a kész végeredmény. És eltűnik a keresztény aktivitás. Ez is egy nagyon jellegzetes betegség. Na hát akkor az lenne a megoldás útja, hogy kis közösségeket szervezünk csak, és nem törődöm a világ, de a világnak száz bajával van kis közösségen, milyen jól megvagyunk, összejöttünk, és hát ugye kivonultunk szépen a világból, intézményre is fütyülünk, kínlódjanak ott, mi a B-közép egyik sarkába összegyűlünk, és hát mi közösen egy követ fújunk, és ebben nagyon jól érezzük magunkat. Ez a megoldás? Nem. Kis közösség nagyon hasznos. De a kis közösség mindig úgy jön létre, és ezt nem szokták tudni. Hogyha én és az Oli mondjuk, mi kezdjük a kis közösséget. Elkezdünk dolgozni egy harmadikért, egy negyedikért, egy ötödikért. És akkor ezt a harmadikat, negyediket, ötödiket elvonjuk. De a kis közösség addig élő kis közösség, ami kifele nyitva van. Amelyik pillanatban becsukja az ajtót és ablakot ez a kis közösség, abban a pillanatban nagyon érdekes dolog jön létre, több is, az első. Azt kezdték hinni, hogy ők szorongatják a bölcsek kövét, csak nekik van igazuk. A keresztény közösségről van szó, akkor a Bibliát csak ők látják helyesen, nem üdvözülhet más, csak ők, és elindul egy keresztény fundamentalizmus. Mindenki más ostoba, csak én vagyok az okos. Ez az első baj. De van egy másik baj is. Ebben a kis közösségben előbb vagy utóbb elkezdődik egy vita. Hogy ki a nagyobb? Ki ér többet? Ki a hithű? Mindenki túl akar teljesíteni. És kiderül megint egy ilyen nevetséges helyzet. Hallottam egy ilyen kis közösségben valakitől, testvér, én ebben az évben kétszer jobban hittem, mint tavaly. Mondom, állj egy picit. Hinni csak egyféleképpen lehet, kétszer nem lehet jobban hinni.
Másik azt mondja, kétszer hűségesebb voltam, mint tavaly. Mit jelent az, hogy háromszor csaltad meg tavaly, majd csak kétszer a feleségedet, vagy ha erre veszük a hűséget? Mi az, hogy kétszer hűségesebb? Ezeket nem lehet számmal kifejezni. De abban a pillanatban, ha bezárul a kisközösség kapuja, óhatatlanul egy ilyen lelki köldöknézés indul el, hogy mindig csak magammal foglalkozom, nem törődöm a világnak százbajával, ez a Pató Pál uras helyzet alakul ki, és rögtön tönkre megy az, ami a kisközösségben pozitív. Tehát az elvilágiasodás, az elintézményesülés és a kisközösség épp olyan veszély, mint amilyen fontos. Mind a kettő lényeges. Épp olyan veszély, mint amilyen fontos. Na most az igazi baj akkor kezdődik, hogyha oda-vissza ezeknek a különböző féleképpen gondolkodó embereknek meg lesz egymásról a vélemény. Mert mondjuk azt mondja a elvilágiasodás felé hajló ember, mondjuk a kisközösségpárti emberre, hogy kérem szépen, azok szektások. A kisközösségpárti ember, ezek meg már nem is keresztények, mert a Biblia feleli be sem hisznek. Aztán az az ember, aki a világot intézményes szempontból gondolkodik, az az elvilágosodott embernek azt mondja, hogy ez kinyitja az ajtót, ablakot, és húzatot kap mindenki, össze kell zárni, rendet kell teremteni, micsoda dolog, hogy itt nincs rend, mert mi vagyunk azok, akik majd megmondjuk, hogy jobbra át, balra át, ki merre nézzem, hogy gondolkodjon, hogy vakarja a fülét, és mikor vegyen levegőt, és mikor nem, le kell szabályozni az ember életre. És a leszabályozott élettől meg is halnak az emberek szépen. Ugyanakkor a másik oldalról meg azt mondják, hogy, és lehetne sorba mondani azokat a vádakat, amit egymás ellen ezek az emberek mondtak. Na most, mi hát akkor a megoldás? Van három terület, ami feltétlen fontos. Ha egy közösség, most általában vallásos közösségről beszélek, de ezt minden más közösségre el lehet mondani. Élni akar, ez az szükséges, hogy nyitva legyen az ajtó. A világidegen kereszténység az nem kereszténység, mert az a küldetésének a területét veszítette el. Ha a kereszténység elvonul a világtól, akkor az ég egy világon nem ér semmi. Mert ez éppen olyan, hogy a só nagyon ízes, remek, tengeri só, jódozott tengeri só, csak beszorult a sótartóba. Ettől még ízlelen a leves, nem? Ha viszont egy egyház intézmény nélkül van, az éppen olyan baj, mintha elintézményesedik. Ha az egyház kis közösség nélkül van, akkor éppen olyan baj, mintha a kis közösségek egymással való harca lenne az egyház élete. Éppen ezért arra kell figyelni, hogy ezek különböző igényű törekvések az egyházban, és ezért egymást megbecsülni kell. Nem az az egység, amit egyformaságnak mondok. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az lenne az egység, hogy vagyok én, és nekem van egy jó gondolatom, én látom helyesen a dolgokat, és ezért akkor lesz egység, hogyha mindenki úgy gondolkodik, ahogy én. Ez az egymás kizáró igazságkeresés, ez valahol a globális társadalmaknak, amikor ugye összenyomja a gazdaság és a többi politikai érdek az embereket, ez egy betegsége velejárója. Nem tudjuk elképzelni, hogy valahova letettük a voksot, akár politikailag, gazdaságilag, gondolkodásba, filozófiába, stb. Nem tudjuk elképzelni, hogy mit évegyünk. Hogy uram, bocsánat, másiknak is lehet valami, de igaza. Köszönöm. A másiknak nem lehet soha semmi, de se igaz. Igaz?
Ha A vagyok, akkor a B-nek az a jelentő, hogy nincs igaza. Holott az igazság nem privatizálható. Ha megnézzük a tanítványok közösségét, ott különböző típusú, lelkialkotó emberek voltak. Ebben a kis közösségben, a tanítvány közösségben, ami egyre jobban bővült, ugye közt után, komoly belső feszültségek voltak, legalábbis a Biblia szerint, az apostolok cselekedete szerint. Például Pál elmondja, hogy Péter bizony keményen megtölött fel. És mégis egység volt. Mert az egység az nem egyformaságot jelent. Az egység az harmóniát jelent. Én is szoktam mondani a diákjaimnak, az az egység, hogyha mindenki egyformát mond. Gondoljuk el, van egy zongora, és én két óra hosszáig egy C-t ütök. De semmi harmónia nem lesz, legfeljebb a szomszédomat elviszi a mentő, ideg vajja, vagy szétveri az ajtót, szétrugdalja, vagy én így belesüket ülök. De hogyha én harmóniákat játszom azon a zongorán, tehát egy zongora darabot, ami lényegében harmóniákból áll, akkor ez egy szép muzsika lesz. Nem veszük észre, hogy a világban két egyforma dolog, amit az Isten teremtett, nincs. Két egyforma fűszál nincs a réten. Ha egyformák a fűszálak, akkor azok műanyag fűszálak, mert mi csak egyformát tudunk tenni. Két egyforma szál virág nincs, az a virág akkor igaz virág, hogyha nem egyforma. Igaz? De ha miért legyen két egyforma ember? Na de hát akkor mindenki menjen a maga feje után? Nem. Menjünk csak vissza a testképhez. Hogy a testképénél az van, és az a poénja, hogy ezt a Menénius Agrippa mesét, ahogyan Pál magyarázza, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy a test legkisebb tagja is a közért, a másikért él. A keresztény ember egy olyan ember, és a keresztény közösség egy olyan közösség, akinek vagy aminek a célja túl van önmagán. Ha én ezt nem értem, öncélú leszek, abban a pillanatban elvetem, hogy így mondjam, a viszály magvát. Hogy miért? Abban a pillanatban az organizmusból organizációt akarok csinálni. Én vagyok a legjobb. Én vagyok a legokosabb, én vagyok a... És ez közösségileg és egyénileg így van. Az organizmus akkor áll helyre, hogyha a legkisebb tag is a közt szolgálja. És ez csak úgy lehet keresztény módon elgondolni, hogy felettem van Isten. Isten adott nekem valamit. Van egy megbízásom, van egy üzenetem. Van egy mondani való. És ezzel az üzenettel én köteles vagyok a másiknak szolgálni, mert ezzel az üzenettel, ezzel a valamivel, amit kaptam, Isten meg akarja ajándékozni a másikat. De ez akkor fog élni, hogyha észreveszem, hogy a másik is kapott valamit az Istentől. És azzal szolgálni kell nekem. Ezért mondja a Biblia azt, hogy egymás hite által épülünk. Ez kerüli ki azt, hogy konformista legyek, tehát elvilágiasodjak. Ez kerüli ki azt, hogy egy holt intézmény legyen az egyház, hogy holt intézményre talicskázzam állandóan a munkát. Ekkor kerüli el minden kis közösség azt, hogy öncélú legyen. Hanem minden kis közösségnek az lesz az igazi tartalma, hogy mit tudok adni a köznek. És ha ez megvalósul, akkor küzdi le ezt a három irányú betegséget, ami minden más betegségnek a kulcsa. Akkor küzdi le egy élő közösség. És akkor lesz igazán az egyház Jézus Krisztus teste.
ez nem egy szervezettel, nem egy főnökkel, aki ideológiát hirdet, ehhez szolgálat kell, engedelmesség kell, nyitottság kell, tehát nyitva kell tartani az ablakot, organizáció helyett organizmussá kell lenni, és a kis közösségeknek az ajtaja, ablaka pedig nyitva kell, hogy legyen. Ez van, akkor év az egyház. Ennyi szerettem volna ma mondani. Köszönöm a figyelmet.